Az Európai Közlekedés Biztonsági Bizottság szerint a túlzott sebesség komoly problémát jelent az unió országaiban. Ezért az Európai Parlament 2019. április 16-án megszavazta, hogy a 2022-től piacra kerülő új autókat kötelező intelligens sebességszabályozó asszisztenssel felszerelni. Egyes becslések szerint ez ötödére csökkentheti a közúti balesetek halálos áldozatainak számát. A rendszer úgy működik, hogy egy beépített program észleli az autó helyzetét GPS adatok és digitális térkép alapján. Az útjelző táblát felismerő kamera megállapítja a sebességhatárt, és ha az autó ezt átlépi, hangjelzést ad és automatikusan lelassít. A rendszer egyébként már létezik, van olyan autótípus, amelynek modelljeibe 5 éve beépítik. Igaz, választható funkcióként, tehát nem kötelező használni, kikapcsolható. A legnagyobb hiba forrás eddig az volt, hogy a sebességbe való beavatkozás a fékrendszert használta. Éveken át addig küzdöttek, hogy kiiktatták azt, hogy fékkel avatkozzon be a rendszer, hiszen nagyon sok baleseti forrást okozott, hogy hátulról ráfutottak, akkor, mikor semmi előjele nem volt annak, hogy. Most ezért kiváltották a fékrendszeres fékezést, most már üzemanyag elvonásos módszerrel működik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb üzemanyagot kap az autó, és ezáltal csökken a sebesség. Na most itt jöttek a szakértők, a műszaki szakértők, azt mondták, hogy igen, nem csak ezzel meg, nem biztos, hogy jót teszünk az autónak, tehát károsítjuk. Vannak hírek, miszerint 2024-től jelentős kiadásokra készülhetnek a használt autó tulajdonosok is, akkortól ugyanis minden autóba be kell szerelni ezeket a rendszereket. Az oktató szerint azonban ez túl sok beavatkozást igényel az autó vezérlésébe, és mivel még az új autóknál sem forrta ki magát tökéletesen a rendszer, a 10-20 éves konstrukciókba lehetetlen lesz beépíteni. De más szempontból is aggodalomra adhat okot az intelligens sebességszabályozó asszisztens. Azt mondom, hogy nagyon nem jó, hiszen elveszik a gépjármű vezetőtől a döntési lehetőséget. És itt is most a napi gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban sajnos ezt a legnagyobb hibát észleltük, hogy döntésképtelenek a tanulók. Nem tudnak adott helyzetben dönteni. Most képzeljük el azt, hogy ha még kiveszik ezt is a döntést, ezt a döntést a vezetőtől, hogy majd eldönti neked a műszer, az autóba szerelt műszer, a technika, hogy most mit csinálj. Tehát én úgy gondolom, hogy egy autóvezetés azért vezetőt igényel, képzést és vizsgát igényel, illetve technikai érzéket, hogy ezeket a, úgy mondom, sebességet, ezeket hagyjuk meg a gépjármű vezetőnek, dönts elő. Az egy másik dolog, hogy ki hogy dönt. A rendszer működése előzéskor is gondot jelentett, hiszen lehetnek olyan szituációk, amikor muszáj átlépni a sebességhatárt, persze csak rövid távon. Ezt ma már biztonsági okokból megoldották egy új funkcióval. A rendszer automatikusan kikapcsol, ha a sofőr a gázpedált átnyomja a kickdown kapcsolón, vagyis ha padlógázt ad az autónak.